Szia! A videomagazin e-havi számában a festésről lesz szó. Azon belül is a festési stílusokról. Vannak emberek, akik úgy festenek, hogy minden apró részletet megfigyelnek, és szinte fotorealisztikus minőségben dolgoznak. Így fest nálunk Lukács Andi, Szegedi Tamara, vagy Kis Andrea. De vannak olyanok, akik a referenciafotót valóban csak referenciaként használják, a figyelmüket a fő formákra irányítják, és a képnek a jellegzetességét adják vissza. Így fest nálunk Bósa Sándor, Dabóczi Gergő és Rothammer Magdolna. Az, hogy kinek melyik stílus jön be, melyik tetszik jobban, az teljesen szubjektív. De bármelyik stílust választod is, egy valami közös ezekben a képekben. Ez pedig nem más, mint a látásmód. Fejben mindenki ugyanazt figyeli. Ami a különbséget adja, az az ecsetkezelés. Nézd, ezt a referenciafotót választottam, és ebben a videómagazinban ezt a képet festem meg két különféle stílusban. Az egyik képet vászonra festettem, részletesen, aprólékosan kidolgozva. A másikat farostra, kizárólag a főbb formákra koncentrálva. De mindkét képnek ugyanaz volt az első rétege. Ehhez kellett a látásmód. Az, hogy innentől kezdve milyen lesz a végeredmény, kizárólag ecsetkezelés kérdése. A videómagazin e-havi számában részletesen elmagyarázom, hogy mi ez a látásmód pontosan, amivel meg tudod festeni a kép első rétegét, még akkor is, hogyha soha nem tanultál rajzolni vagy festeni. És megmutatom azt a négy ecsetkezelési formát, amivel különböző hatású képeket tudsz majd készíteni. Rendeld meg a videomagazin e-havi számát, és tanulj meg különböző stílusokban festeni.